1956-os forradalom és szabadságharc egyik főszereplője volt Pongrácz Gergely, a Korvin köziek második és egyben utolsó főparancsnoka. November végén magyar katonák menekítették külföldre. Hazatérése után budapesti elnöke lett a Magyarok Világszövetségének, az 56-osok szövetségének, és könyve is jelent meg a forradalomról. 2005-ben Kiskunmajsán az általa önerőből létrehozott 56-os múzeum udvarán érte a szívinfarktus, amely végzett vele. Még 1997-ben egy festményszakértő, Barabás Géza készített vele egy interjút, amely nyomtatásban meg is jelent akkor, októberben a Magyar Fórumban. Az amatőr rádiós pár napja Perjés Klárának, és ezzel a Vasárnapi Újságnak adta a minidiszkes felvételt. Technikailag egy picit javítottunk rajta, és most önök is hallhatják Pongrácz Gergellyel ezt a beszélgetést. Ön mikor jöhetett haza először, és milyen körülmények között? 89-ben két testvérem kértek vízumot, akik haza akartak jönni. Mind a kettőt elutasították. Különben abban az időben a Magyar Nemzetben megjelent egy cikk, a riporter megkérdezi a miniszterelnök helyettest, hogy én miért nem jöhetek Magyarországra. Azt válaszolta a miniszterelnök helyettes, hogy ha nekem van egy amerikai útlevelem, kapok vízumot, éppen olyan feltételek mellett jöhetek Magyarországra, mint akármelyik másik amerikai turista. Erre én írtam egy újságcikket, le is közölték. Én nem Magyarországra akartam jönni. Én haza akartam jönni. És az nem mindegy. Különben 90 márciusában jöttem haza először, közvetlen a választások előtt. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy ők be voltak zárva, és könnyű nekünk, jól éltünk Amerikában. Elfelejtik azt, hogy ők be voltak valóban zárva 2, 3, 4, 5 évet. Mi 35 évig ki voltunk zárva, és nem tudom, hogy melyik a rosszabb. Háromszor jöttem el a magyar határig, láttam a drótokat, az őrtornyot, és ott zokogtam, hogy még 50 méter, és otthon lehetek. És azt az 50 métert nem lehetett megtenni. Mit akartunk mi 56-ba? Egy szabad és független Magyarországot. Azt akartuk, hogy Magyarország végre legyen a magyaroké. És mit kaptunk? Kimentek a tankok, bejöttek a bankok. Elmentek a gitáros tanácsadók, most jönnek a lantos tanácsadók, a tomlantos tanácsadók. Kiléptünk a Varsói szerződésből, most megyünk a NATO-ba. Hát mi nem ezt akartuk 56-ba? Hiába fogadta el a magyar parlament, hogy 56-os követeléseket megvalósítja. Hol vannak ezek a követelések megvalósítása? Ez az egyik. A másik 93. március 14-én meghívtak Erzsébetre, ünnepelték március 15-ét, és megkértek, hogy tartsak én is egy beszédet. Két dolgot mondtam el, amit a televízió kiragadott és közölte. Az egyik az volt, hogy amikor Boris Jelcin első amerikai útján volt, tett egy olyan kijelentést az amerikai televízióba, hogy a kommunizmus hanyatlása 56-ban Budapesten kezdődött el. Én azt mondtam, hogy ha ezt vesszük alapul, 56-ban a magyar ifjúság nem csak magyar, hanem világtörténelmet formált. A másik dolog, amit mondtam, hogy 3 évvel ezelőtt Magyarországon volt egy kormányváltás. Rendszerváltás még nem volt, és azt nekünk kell végrehajtani. Henry Kissinger például a magyar forradalmat a kommunista rendszer végső csődjének az előhírműveként említette. Valamit ne felejtsünk el. Ha azt vesszük alapul, amit Jelcin mondott, akkor nem csak az akkori magyar kormány az első és a második, a mostani is, hanem az akkori csehszlovák, ma a cseh és szlovák, a lengyel kormány is, mind a pesti, sőt, maga az orosz kormány is, a pesti srácoknak köszönhetik, hogy uralmon vannak. Mit kaptak ezért a pesti srácok? Az, hogy tovább nyomorognak. De én arról meg vagyok győződve, hogy a történelemben 56 úgy marad meg, ahogy annak meg kell maradnia. Nem csak én, hanem az 56-os világszövetség is. Olyanok vagyunk, mint a mozdony. Rajta vagyunk egy vágányon, és az a vágány 56 célkitűzései abba az irányba megy. És erről mi nem tudunk letérni se jobbra, se balra. 56 nem eladó. A Magyar Nemzet című napilap 1956. október 26-i számában többek között így ír. A magyar nép követeli, hogy a magyar föld, ipar és mezőgazdasági termékei a magyar uránérc, a magyar nép érdekében, a magyar nép rendelkezésére álljanak.
Nagyon sok minden megvalósult, de ezt már maga az idő hozta. A legfontosabb dolgok azonban nem valósultak meg. Hol van a magyar nemzet függetlensége? Most el akarják adni a magyar földet a külföldieknek. Hát minden normális országban meg van tiltva, hogy külföldi földet vehessen. Miért akar Magyarország annyira felzárkozni Európához, hogy eladja saját magát? Bocsánat, nem saját magát. Ez a kormány eladja a hazát. Az amerikai külügyminiszter Dallasban október 27-én tartott beszédében azt a látszatot keltette, mintha az Egyesült Államok Moszkva számára észrevételül támogatná Magyarországot abban, hogy kiléphessen a szovjet csatlós államok rendszeréből. Minden Moszkvával szakító kelet-európai ország számíthat az amerikaiak segítségére. Én a könyvemben leírom, hogy ennek a beszédnek az eredményeként egy rövid kivonatot elküldtek Charles Bowlennek, aki Amerika nagykövete volt Moszkvába 29-én egy táviratba, hogy ezt az üzenetet a legrövidebb időn belül adját a szovjet vezetésnek. Lényege az volt, hogy az Egyesült Államok kormánya nem néz Magyarországra vagy a környező államokra, mint potenciális katonai szövetségre. Ezt 29-én küldték el a forradalom győzelme utáni napon. Vajon mi célja volt ennek a táviratnak? Mit akartak ezzel elérni, ha nem azt, hogy megmondani az oroszoknak, hogy nekünk nem kell Magyarország, Magyarország a tietek? Amerika eladott minket. Én arról meg vagyok győződve, hogyha ezt a október 29-i táviratot és november 2-án, amit Titohoz küldtek, mert tudta a CIA-en keresztül az amerikai kormány, hogy Khrushchev és Malenkov Titonál van, ott tárgyalnak. Ha ezt a két táviratot nem küldik el, akkor Magyarország szabad. De ez a két távirat adott zöld utat Amerika részéről a szovjeteknek. Ha Amerika hallgat és semmit nem csinál, én meg vagyok győződve arról, hogy a magyar forradalom győzött volna. Igen, itt az amerikai diplomácia volt képviselője is lényegében erre a következtetésre jut, ha bár ő sokkal árnyaltabban fogalmazza meg ugyanezeket a gondolatokat. Diplomata. Én szabadságharcos vagyok. Van itt egy nagyon fontos idézet, amit szeretnék elolvasni a könyvemből. Radványi János, Magyarország washingtoni követe, 62 és 67 között írt egy tanulmányt, ebből szeretnék egy bekezdést idézni. A forradalom kitörése Khrushchevot nem csak meglepte, de bizonyos értelemben pánikba ejtette. Legfőbb gondja Amerika várható magatartása volt. Moszkvában nagyon is ismerték a korábbi amerikai elnökök és külügyminiszterek nagyhangú kijelentéseit, amelyek segítséget és támogatást ígértek a vasfüggöny mögötti rab nemzeteknek, ha az első lépést szabadságuk elnyerése érdekében maguk teszik meg. Ez az első lépés Budapest utcáin most adva volt. Vajon bekövetkezik az USA lépése, azaz a nyugati katonai intervenció? Ettől féltek az oroszok. Amerika biztosította a Szovjetuniót, hogy ez nem következik be. És azért jöttek vissza november 4-én. Eisenhower beszéde november 14-én hangzott el, ami szó szerint így hangzott. Szívünk mélyéig együtt érzünk a magyarokkal, és minden lehetőt megtettünk a szenvedők gyámolítására. De az Egyesült Államok kormánya nem javasolja, és soha nem is javasolta azt, hogy egy vételen lakosság nyílt forradalmat kezdjen egy olyan hatalom mellett, amit legyőzni nem képes. Ez aznap történt, amikor a korvinisták még mindig harcoltak a szovjet csapatok ellen Budapest utcáin. És 15-én adtuk fel. Önt a sors, a magyar történelem kiválasztotta, és az 56-os magyar forradalom és szabadságharc egyik vezér alakjává emelte. De egyben túlélőként is megtartotta, hogy hiteles résztvevőként elmondhassa az ön által átélt eseményeket. Ezt az egész életére szól a különleges felelősséget, keresztet, amelyet hordoz, hordoznia kell, hogyan éli meg a mindennapjaiban. Nehezebb. Annyira nehezen, hogy talán ezért volt 3 infarktusom, ezért kellett átessek egy olyan műtéten, ahol az egyharmadát a szívemnek kidobták, de ha én ezt a keresztet 56-ban felvettem, nem tehetem le. Ameddig élek, ezt a keresztet nekem hordozni kell.
Sokan mondják rám, hogy szélső jobboldali vagyok. Nem igaz. Olvassák el a könyvem, és nálam szociálisabb ember még az MSZP-be sincs. Én egy magyar hazafi vagyok, és ebből nem engedek.